A 23. budapesti nagy sportág választón az érdeklődő gyerekek 104 sportágot próbálhattak ki. Köztük volt természetesen a sportlövészet is, amely ismét rendkívül népszerűnek bizonyult. Az érdeklődés mindig óriási a lövészet iránt, folyamatosan áll a sor. 5 órakor nem is tudunk bezárni, mert délután azok a gyerekek jönnek, akik már az iskolával egyszer itt voltak délelőtt, délután visszahozzák a szülőket, és harmadszor, negyedszer is beállnak a sorba. A sportágválasztóra kitelepülő sportlövők nagy hangsúlyt fektettek az iskolások biztonságára. Sokan jöttünk, 10 gyerekkel vagyunk kint, és minden egyes gyerek mellé van egy sportlövő nagyobb gyerek, és ők vigyáznak arra, hogy itt minden rendben menjen. De a sportlövészet az egy biztonságos sport, csak be kell tartani az alapvető szabályokat. A felügyelők között volt Szíj Katinka is, aki egy hasonló rendezvényen fedezte fel magának a sportágat. Én komáromi vagyok, és ott a városban egy hasonló, ilyen kisebb sportrendezvény került megrendezésre, és ott kezdtem el, ott lőttem először húgommal, és utána pedig a lőtéren folytattuk. Az újpesti szakosztályvezetőtől azt is megtudtuk, hogy mi a céljuk a sportágválasztókon. Az, hogy minden több gyerekkel megismertessük a lövészetet, és a tanárokkal, felnőttekkel elfogadtassuk azt, hogy ez egy abszolút biztonságos és nagyon jó sport. És azt, hogy a sportlövészetet népszerűsítsük, úgyhogy nem csak a saját klubunkat, hanem mindenkinek a lakóhelyéhez legközelebb lévő klubot megpróbáljuk ajánlani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy igenis van értelme energiát fektetni az ilyen sportág választókba. Ilyenkor szeptemberben az iskola indulásával a fiatalok kiválaszthatják, hogy melyik sport érdekli őket, és mi is érezzük, hogy a lőtérre utána sokkal több fiatal érkezik.